A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Most egy vallomással kell, hogy kezdjem, soha nem volt ilyen nehéz dolgom, mint felkészülni arra, hogy a következő varázslatos ifjú hölgyel miről is beszéljek, hiszen a túlságosan nem is hosszú életútja annyi fantasztikus meglepetéseket és szakmai előmenetelt rejt, hogy azt hiszem, hogy ezt egy ilyen beszélgetésben összefogni jószerivel lehetetlen. Ugyanakkor nagyon örülök neki, hogy itt van velünk, hiszen ha kivonatosan is azért megismerhetjük az ő életútját, vendégem tehát Paulikovics Réka, aki egyszer közgazdaságtan tanult, aztán sportmenedzsmentet, aztán kommunikáció, művelődés szervező, média szakember, és számtalan olyan helyen tűnt fel mindez idáig rövid pályafutása alatt, és alkotott maradandót, ami azt hiszem, hogy példaértékű mindannyiunk számára. Örülök, hogy itt vagy velünk. Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást. Egy mondatot idéznék tőled, az vagyok, aki mindent megír. És ez nagyon-nagyon furcsa, hiszen amikor arról vallasz, hogy egyáltalán milyen is az életutad, azt mondod, hogy évek óta járom az önismeret útját, közben az írása szenvedélyemmé vált, az írásaim pedig segítségé mások számára. Ez egy nagyon fontos gondolatsor, azt gondolom. De hogy meg is értsük, hogy mi mindent rejt az én hosszú bevezetőm, ahhoz az indulásról, az indítatásról kell, hogy beszéljünk, hiszen egy ifjú, egy fiatal lány miként dönt, hogy milyen hivatást választ magának? Mert nyilván ez már ideje korán eldől. Azt gondolom, hogy az én életemben nem dőlt el annyira korán. Az íráshoz mindig is vonzottam, valószínűleg ez a családban jön nekem, édesapám magyar-orosz szakos tanár volt. Ő ezt nagyon megalapozta, én 4 éves koromtól olvasok, 5 évesen tanultam meg írni, 6 évesen kaptam az első rejtvényújságomat, és neki volt egy olyan fajta írói vénája, ami például a Kutatott családfánkban meg is jelenik családi történetek formájában. De valahogy soha nem kezdtem el írni, valószínűleg pont amiatt, hogy volt előttem egy olyan példa, hogy értsd jól, nem akartam kisebb lenni, mint amilyen ő volt. Aztán tanári pályára készültem volna, hogyha elmentem volna akkor az egyetemre, amikor felvettek. Így kihagytam egy évet a felsőoktatásban. Elvégeztem egy idegenvezető képzést itt Székesfehérváron abban az egy évben. Elkezdtem a vendéglátásban dolgozni mellette. Majd jött a közgazdaságtan, ami adta magát, ugye turizmus vendéglátás szakra jártam. Imádtam a vendéglátásban dolgozni, ugye én nagyon sok mindenkit azért ebből a városból, a kezdetekről onnan ismerek. Ez egy több mint 10 éves része volt az életemnek, vagy 10 évig tartó része. Aztán, hogy közben a sportban kezdtem el tevékenykedni, először mint szurkoló, amit tudni kell, hogy én 4 éves korom óta sportolok versenyszerűen. Atléta voltam és kézilabdáztam. Nagyon sokáig, aztán egy sérülés miatt a versenyszerű sportot középiskolában abba kellett hagynom, de a sport szeretete és maga a sportolás az mindig megmaradt. Jelenleg kerékpározom, és akkor egy ilyen furcsa véletlen folytán ugye bekerültem itt a székesfehérvári jégkorongos közegbe. Hát most már annak is 10-12 éve. Először szurkolóként és gyakorlatilag beszippantott. Tehát kimentem az első meccsre, és onnantól kezdve az összesen ott voltam. Aztán ebből az lett, hogy szurkolói buszos túrákat szerveztünk, válogatott meccsekre jártunk, jégkorong VB szurkolói megmozdulásokat csináltunk. Versenybíró lettem, majd utána egy nagy gondolat folytán úgy gondoltam, hogy akkor nekem ebben van helyem. És ez volt az első olyan igazából, ahol élesben kommunikációs szakemberként kipróbálhattam magam. Azt gondolom, hogy életem egyik legjobb és legszebb és egyben legnehezebb időszaka volt ez a néhány év. Erről részletesen fogunk beszélni,
De azért gondoltam. Folytás természetesen. Szóval, hogy ez volt az, azt gondolom, ami igazán elindított ezen a kommunikációs vonalon, ami pedig nagyon nagy változást hozott, és azt mondom, hogy nekem jó értelemben, az a koronavírus járvány. Én akkor kezdtem el írni egy blogot, először a saját magam szórakoztatására, egy kvázi ilyen karantén naplót, ugye, hogy be voltunk otthonra zárva, ugyanúgy dolgoztunk, de otthonról azért ez egy sportolói világban elég érdekes, és nyilván lett sokkal több időm. És elkezdtem egy blogot írni, és ott meg volt az, hogy minden nap írok valamit arról, hogy éppen azon a napon mi történt velem, vagy hogyan éltem meg, vagy mi fontos, és tényleg először a saját magam szórakoztatására, de ugye kiraktam ezt egy online platformra, és elkezdték egyre többen olvasni, és írtak rám, hogy úristen, de jól írsz, és hogy akkor, hogy ezt tök szeretjük olvasni, és hogy nekem is ezek az érzéseim voltak, és akkor ebből indult gyakorlatilag ez az egész. És hogy megérkezünk a jelenben, most pedig ugye a Székesfehérvári Balettszínháznál dolgozol, és amikor nekem felötlött már régebben is egyébként, de amikor bizonyos voltam benne, hogy a te életutadat meg kell, hogy ismerjék a székesfehérváriak élete mindenki, a mostani Müller Péterrel készült beszélgetés, ez egész egyszerűen annyira kerek volt ez a történet, hogy látszott, hogyha egy igazi profi beszélget egy olyan sokat látott és fantasztikus tehetségű, mondhatjuk ezt íróval, aki kicsit másként gondolkodik a köznapi létről, és általában olyan gondolatokat sző egy-egy könyvébe, ami mindenkinek megfontolásra ajánlok, annak itt a helye. No, de hát akkor kezdjük. Tehát a közgazdaságtan, azt hiszem, hogy az egy furcsa választás egy ifjú hölgytől, aki, ha úgy tetszik, irodalmi vénával rendelkezik. Igen, irodalmi vénával is rendelkezem, viszont azt tudni kell, hogy édesanyám pedig matematika-fizika szakos tanárnő volt. Úgyhogy én a reál vonalat is hoztam, tehát én nagyon jó vagyok matekból. Voltak tanítványaim is, akik hozzám jöttek felvételi érettségi felkészítésben. Én fizikából érettségiztem abban az évben, amikor érettségiztünk, én voltam ebben a városban az egyetlen, aki szóbelizett fizikából, teljesen ki volt rajta borulva mindenki fizikából, és ötösre érettségiztem belőle, tehát hogy valahol ez a reál vonal is megvan, humán beállítottságú embernek vallom magam teljesen, de valahogy ez a logikus gondolkodásmódom, azt gondolom, hogy ennek köszönhető, hogy anyukámtól pedig örököltem ezt a fajta logikát, vagy ezt a fajta hozzáállást, hogy ő matematikát. A változásokról a döntéseket te magad hoztad? Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy ha megnézik az életutat, ott volt például a Café Frey. Jól érezted magad? Imádtam. Ebben az egy különleges világ ugyanis. Imádtam. Pont tegnap találkoztam egy nagyon jó barátnőmmel, akit ott ismertem meg, és azóta is tart a kapcsolatunk, tehát hogy ez most már ugye 14-ben nyitottuk a Frey-t, ez egy 9 éves barátság. Pont tegnap emlegettük, hogy néha hiányzik az a fajta világ. Mert azért magas szinten csinálni valamit, tehát egy olyan vendéglátóipari egységet, mint a Café Frey, az egy óriási kihívás mostanság, amikor egymást érik a különböző helyek. Igen. Fehérváron is. Igen, és ez már akkor is egy óriási kihívás volt, én nagyon hálás voltam akkor ezért a lehetőségért, én ott nagyon meginoktam, mielőtt a Freyt megnyitottuk ebben az egész vendéglátásban való helyemben, és akkor jött ez a lehetőség az akkori egyik vezetőnktől a cégnél, és gondolkodás nélkül mondtam azt, hogy igen, én ezt elvállalom, és akkor elvégeztem egy barista képzést, pont ehhez. Én akkor azért is éreztem nagyon szerencsésnek magam, mert egy teljesen új üzletet nyitottunk, és én az akkori Café Frey láncolat vezető baristájától, Török Ádámtól tanultam nagyon sok mindent. Ugye mi 2 hétig gyakorlatilag össze voltunk zárva, még kidekorálatlan, és még egyáltalán nem kész Frey kávézóban a fő utcán. Úgyhogy mi ott mindent saját magunknak alakítottunk ki, óriási kihívás volt. Pont valamelyik nap jutott eszembe, hogy még a recepteknek a 90%-át még most is tudom fejből, mert annyira szerettem azt a világot, és ez egy annyira jó dolog volt valami ilyen különlegeset hozni ebbe a városba, mert azért akkor ez egy nagyon különleges dolog volt. Így van, ha visszaemlékszem. Volt, mert akkor is ilyen 70 féle kávénk volt, amikor megnyitottuk az üzletet,
és nagyon sok mindenkit ismertem meg azon a helyen egyébként, és nagyon sokan jönnek még most is úgy, hogy hú, mi a Frejben találkoztunk legelőször. Igen, tehát találkoztál egy új világgal. Teljesen. Mint ahogy új világgal találkoztunk mi is 1975-ben, 76-ban, amikor még a jégkorongpálya mellett lekönyökölve nézegettük a volán meccseket, amikor ide költöztek. És hát a következő ilyen nagy lépcső az életedben mindenképpen a hoki. Én azt gondolom, hogy aki egy kicsit is ismeri és figyelemmel kíséri a fehérvári sport alakulását, az biztos lehet benne, hogy többek között nyilván Ocskai Gábornak nagyon sokat köszönhetünk, de annak a menedzsmentnek is, aki megteremtette annak a feltételeit, hogy most már ugye rövidesen az ország legcsodálatosabb csarnokát tudhatjuk magunkénak. Igen. Viszont nekem az istállónak is gyakran nevezett idézőjelben Raktár utca marad az örök otthon, és azt hiszem, hogy amennyiben jól tudom, persze miért ne, tudnám, otthonra lehetél a jégen is. Igen. Ez hogy hozta az élet? Ez egy nagyon érdekes dolog, ez 2011-ben kezdődött az egész jégkoronghoz való kapcsolatom, ami nem a jégpályán indult, hanem abban az évben én még egy vendéglátó egységben dolgoztam, itt Székesfehérváron, és az akkori farmcsapat volt szponzoráltunk, és hozzánk jártak minden nap ebédelni. Ami nagyon érdekes ebben a csapatban, hogy ebben az évben volt az utolsó szezonja annak az embernek, aki most a Hidrofehérvár AV19 kispadján áll, mint vezetőedző, és úgy hívják, hogy Kis Dávid. Nekem ő volt az első ember gyakorlatilag ezen a jégpályán, akit megismertem, és közben kiderült, hogy csoporttársak vagyunk az egyetemen. Úgyhogy mi azt az évet gyakorlatilag együtt jártuk Veszprémbe az iskolába. Úgyhogy azt hiszem, hogy nekem ő egy nagyon meghatározó ember az életemben. Úgyhogy ez így kezdődött egy vendéglátó helyen. Gyakorlatilag akkor még, hát kit is mondjak, akik még Árkovics Bálint volt például ennek a csapatnak a tagja, ugye Árkovics Miki bácsit nagyon sokat ismerik, igen. A mélységekig mondhatni, hiszen rendezvényszervezőként, fotósként, menedzserként, jószerivel mindent megtettél annak érdekében, hogy valóban a jégkorong olyan legyen, ahogy azt megálmodta annak idején öreg Csicsó meg a többiek. Igen. Szurkolóként kezdtem, mindent megtettem, annyira beleszerettem ebbe a játékba, ebbe a hangulatba, ebbe a millióbe gyakorlatilag, ami ezt az egész jégpályát, a jégkorongot itt Fehérváron övezi, hogy nem is nagyon tudtam elképzelni, hogy valaha nem fogok ott dolgozni. És akkor ugye elvégeztem a versenybírói képzést, elkezdtem utánpótlás meccseken versenybíróként dolgozni, ugye jegyzőkönyvet vezettem, bemondóként működtem egy jó pár mérkőzésen, és akkor 2018-ban jött a nagy switch, amikor azt mondtam, hogy jó, akkor én ott szeretnék dolgozni. És akkor felhívtam Gál Pétert, hogy Péter, üljünk le egy picit beszélgetni egy kávé mellett, és leültünk, és mondtam, hogy akkor én szeretnék a jégkorongban dolgozni. Ő pedig igen mondott, sőt. Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez úgy volt, hogy azt mondta, hogy mindenképpen keresünk egy helyet, tehát hogy mert hogy nekem ott van a helyem, de volt egy próba feladatom, ami igazából nem próba feladat volt, de valahogy mégis azt gondoltam, hogy ez a belépő. Egy általános iskolába kellett vinnünk egy 8 állomásos ilyen jégkorongos bemutatót, amiben volt felszerelés, bemutatás, volt lövés, volt beszéljünk a hokiról, voltak benne videók, amiket levetítettünk a gyerekeknek, ide tizenvalahány játékossal mentünk el, és akkor ez volt gyakorlatilag a belépőm a háttérbe, a hokis világban, és akkor innentől kezdődött de ez, lett az ez a dolog. Igen. Hiszen igen. Még a szinkron koriba is belekóstoltál. Így van, velük ugye most dolgozom együtt mentáltrénerként a szinkronkoris lányokkal. Igen, nagyon-nagyon közel áll
a szívemhez még mindig a jégpálya, a jégkorong. Azt gondolom, hogy a szívem egy része mindig kékfehér marad, akkor is, hogyha már nem ebben dolgozom. Most megint minden mérkőzésen ott vagyok. Ugye az előbb említett fiatalember, ahogy meghatározó volt az életemben, a mellette álló másik edző, ugye Tyler Dietrich, akik nekem ők voltak az első edzőpáros, akikkel az első közös projektünket csináltuk még 2014-ben, amikor megnyerték az Ebel U20-as bajnokságot, akkor ugye nekünk volt közös projektünk egy nagyon jó kis videósorozat formájában, úgyhogy valahogy ez visszahúzott most megint a jégpályára, és azt hiszem, hogy most már nem is akarok onnan. És hát ugye ilyenekről nem beszéltünk, hogy mint mentális egészségügyi szakemberként is nagyon sok mindent tettél, plusz a Paulikovics ügyvédi iroda. Igen. Volt, és hát a Vörösmarty Színházhoz is kapcsolat fűz. De most beszéljünk a máról, hogy utána azért ellátogassunk az örömvilágba is, hiszen balettszínház. Ugye ez óriási áttörés volt, hiszen vidéki balettszínház Győr mellett nem volt, és gyaníthatóan nem is lesz mostanság, hiszen egy egész különleges műfaj, arról nem beszélve, hogy itt nem is klasszikus balettről beszélünk, hanem kortárs táncszínházról. Mi ragadott meg benne? Hiszen ezt kommunikálni, ez egy egészen különleges dolog, annál is inkább, mert egyre népszerűbb azt mi tudjuk, ugyanakkor a köznapi kultúrát kedvel ember számára meglehetősen szokatlan még az a világ, ami ezt körülveszi. Igen, én kortárs táncos soha nem táncoltam, én néptánc voltam egyébként 13 évig, tehát hogy van azért közöm a tánchoz. A tánc az egy teljesen más világ, azt gondolom, és hogy nagyon sokszor ugye igazgató úr Egerházi Attila is elmondja, hogy olyan nyelven tud szólni, ahogy más nem. Igen, hát amikor a hang megszűnik, jön a tánc. Igen, tehát hogy amikor megszűnik a zene, ott jön a tánc, vagy megszűnik a beszéd, nagyon nehéz kommunikálni ezt a dolgot. Őszinte leszek, ez nekem egy megkeresés alapján érkezett ez a lehetőség. Pont egy olyan időszakban, amikor szükségem is volt arra, hogy valami változzon, és értelemszerűen egyértelműen igent mondtam rá, mert hogy mindig keresem a kihívást, mindig keresem az újat, hogy hogyan lehet jó és új dolgokat az embereknek bemutatni. És ez egy ízig-vérig nemzetközi társulat, mint igen, tudom. Igen, ugye 15 táncossal működünk, ő angol nyelven és spanyolul folyik ugye a kommunikáció, és hogy ebben is a táncban megszűnnek a nyelvi határok. Ezt tudjuk. Viszont nekünk, akik a kommunikációban dolgozunk, ezt valahogy mégis le kell fordítani egy olyan nyelvre, amit az emberek megértenek. Én nagyon nagy híve vagyok az egyszerűségnek. Ez ami fontos. Nem primitivitást jelent, ugye, hanem egy olyan egyszerű nyelven, amit mindenki meg tud érteni. Ahogy maga a tánc is bonyolultnak tűnik, de egyébként egy végtelenül egyszerű nyelv, csak oda kell rá figyelni. És ezt gondolom egyébként a szóbeli kommunikációról is, hogy egy egyenes, őszinte, kedves, szeretetteljes, egyszerű kommunikáció sokkal jobban el tud érni embereket, mint nyakatekert barokkos körmondatokkal beszélni, mert nem biztos, hogy eléri. Ráadásul megerősítést jelent azt gondolom a számodra, hogy ott valóban a táncról szól minden, hiszen minden. Másként nem is lehet beágyazódni a fehérvári kultúrába. Igen. Mondom igen. Én. Nyilván kellenek a fantasztikus szerzők, azt mondom, hogy lásd, ugye itt volt nekünk a Müller Pétertől a... Igen, az Elsimontól kezdve. Így tehát nagyon-nagyon sokan, nagyon sokakat megszólít a kortárs táncszínház. No, te írtad, hogy szokták mondani, hogy az idő mindent megszépít, ami persze egy óriási nagy baromság. Tehát, ha így visszatekintesz a pályádra, és akkor majd, most már tényleg elmegyünk az örömvilág felé, akkor, akkor azért ez kerek volt a te történeted. Minden egyes olyan helyen, amit vállaltál, azt teljesítetted, és ráadásul nyomot hagytál magad után. Hú, igen, és ezt nagyon jó hallani, azért most nagyon hálás vagyok, ezt nagyon köszönöm, mert sokszor én ezt nem látom. Sokszor nem látom azt, hogy én nyomot hagytam, pedig kapom a visszaigazolásokat, de valahogy azt szoktam mondani, hogy,
hogy én ilyen vagyok, hogy én mindenbe belerakom a maximumot, belerakom saját magamat. Nagyon sokszor volt olyan az életem folyamán, hogy túl sokat, de visszagondolva azt gondolom, hogy nem volt túl sok, mert akkor is ott annak úgy volt helye, hogy ennyi mindent bele kellett pakolnom, és az idő mindent megszépít, de ez egy baromság, mert nyilván egy csomó minden szép lesz, de egy csomó minden pedig igenis nem. És pontosan vissza tudok emlékezni olyan dolgokra, hogy igen, ez így nem volt jó. Viszont határozott jövőképed volt mindig. Tehát ez meggyőződésem, mert hogy ilyen szintet nem lehet másként elérni. Igen, és nem a határozott jövőképen volt, de ezt mindig tudtam alakítani. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy nem ragaszkodtam egy olyan vonalhoz, hogy mondjuk amit elképzeltem magamnak 18 évesen, az egyáltalán nem úgy alakult, mint ahogy én azt akkor elképzeltem. Persze vannak olyan vonalak benne, vagy olyan pontok, amire azt tudom mondani, hogy igen, ezt így terveztem, de nagyon sok mindenben tudtam alkalmazkodni, tudtam változtatni azon, hogy amúgy nekem nem is erre van szükségem. Abba biztos voltam, hogy mindig emberek között fogok dolgozni, és emberekkel szeretnék foglalkozni. Ez valahogy nem volt kérdés. De hogy ezt milyen módon, az azért nagyon sokat változott az évek során. Egyértelmű, az örömvilágból is kiderült, tehát akkor most megérkeztünk ehhez, hogy ez egy olyan fajta kommunikáció, ami teljes egészében tiszta és világos elvek mentén sző gondolatokat, tanácsot adsz tulajdonképpen, amit nem kötelező megfogadni, de tanulságos, hogy én azt gondolom legalábbis, hogy aki komolyan veszi és elolvassa az egy-egy hozzászólásodat, az bizonyosan tanul valamit a saját életének jobbító szándékot, ha eddig nem foglalkozott ezzel, de mindenképpen fontos. Tehát ez nem önmarketing, mondom én, hanem egy nagyon tanulságos történet. Ez honnét jött a gondolat, hogy tulajdonképpen napról napra, ha úgy tetszik, megfogalmazd ezeket a gondolatokat? Az örömvilágot ugye az egy nagyon rég időkre visszamenő dolog. Ugye az Örömvilág Tudatosság Központ, vagy mint maga az Örömvilág alapítója, ő az én legjobb barátnőm, akit itt Székesfehérváron és itt is nagyon sokan ismernek, ugye ő Tomek Noémi. Nekem ő rengeteget segített a barátságával, a tanításával, a kapcsolatunkkal. Ez most már egy 10 éves barátság. Mindig ott voltunk egymásnak. Elkezdtünk együtt dolgozni, én gyakorlatilag az ő segítője vagyok ebben a kommunikáció és marketing dologban, amióta ez az egész elindult. Ezt az Örömvilág Tudatosság Központot, ami most van itt Székesfehérváron, ezt ugye együtt építettük, kvázi együtt terveztük meg, hogy fog kinézni, hogy hogyan megy, és én azt gondolom, hogy ezen az önismereti úton a vele való kapcsolatom indított el. Tehát ez bizonyos értelemben áttörést jelentett? Ez egy óriási áttörés volt az én életemben. És akkor ha azt mondjuk, hogy ha ez nyilván gyakorlati történet, de a New Door, hiszen a közösségi oldal, illetve a minden, ami külföld, az már teljesen másról szól, az ilyen értelemben, miközben az örömvilágban szárnyalhatsz a gondolataiddal, ezek a statikus történetek, tehát nem a mentális egészségről, a mentális történetekről szólnak, hanem ez... Én azt mondom, hogy egy nagyon komoly, tehát rendezvényszervezői feladat, és így tovább. Igen, ez is egy érdekes dolog. Ez ugye úgy jött, ez sorrendben úgy volt, hogy ugye az Örömvilágban 2014 óta gyakorlatilag dolgozom együtt Noémivel. Ezek ugye nagyrészt mindig az ő gondolatai, de hogy én mindig ott vagyok mögötte segítőként. Tehát, hogy az övé, de valahogy mégis egy picit azt mondom, hogy közös. Ez a dolog. A minden, ami külföld, ugye én 2020-ban egy évre elköltöztem Székesfehérvárról, és rengeteg időm lett, és akkor már ugye szólt ez a blog dolog, tehát akkor indult el ugye a saját blogom, és a minden, ami külföld, egyébként ezt a kapcsolatot is Noéminek köszönhetem, mert a Diner Szilvi őt kereste meg először, hogy figyelj, ajánlj már valakit, aki írna nekem cikkeket, és nekem ugye lett több szabadidőm,
megkeresett a mindenemi külföld alapítója ezzel a lehetőséggel, és elkezdtem neki cikkeket írni különböző témákban. Rengeteg külföldön élő magyarral csináltam interjút, ami egy ilyen nagyon-nagyon új dolog volt, de egyben egy nagyon felemelő, és azt hiszem, hogy nagyot tágított az én perspektívámon egy csomó mindenben ezeknek az embereknek a története. És akkor a New Door pedig onnan jött, hogy az a hölgy, aki a New Door-t alapította, kezdte el olvasni ezeket a mindenemi külföldes cikkeket, és keresett meg azzal, hogy dolgozzak neki, és gyakorlatilag ez volt az első ilyen egyéni vállalkozóként saját magam végzett kommunikációs feladat, amikor a saját magam ura lettem, úgymond. Tehát ez a sokszínűség megmarad az életedben. Igen, ez és egyértelmű. Ez most is megvan. És én most megtapasztaltam, hiszen mikor megérkeztél, Bauer Tibi kollégámmal találkoztatok, aki szintén szakmai találkozás volt, ha úgy tetszik, jégkorong, igen. Mert hoki nélkül nem világ a világ, az természetes. Persze. Itt Székesfehérváron semmiképp. Egyértelmű. Tehát a hoki megmarad örökre? Most azt tudom mondani, hogy minden nehézség ellenére két és fél, majdnem három év kihagyás után idén újra elkezdtem mérkőzésre járni, és azt gondolom, hogy igen. Ha nem is olyan formában, ahogy régen, mert ezzel nagyon sokan szoktak nevetni ismerőseim és barátaim közül, de az akkori kollégáim ezt nagyon, nagyon jól kezelték, hogy amikor jégkorong meccs volt, akkor én nem voltam beírva a beosztásba. Tehát, hogy amikor meccs volt, én nem dolgoztam. Ezt mindenki tudta rólam. Nyilván ez most már azért máshogy van, az embernek majd családja lesz, akkor ez egy kicsit azért biztosan átvariálódik, de azt gondolom, hogy egy nagyon meghatározó része volt, az most is, és lesz is az életemnek. Egy csomó olyan ember van, akit a jégkorongból ismerek, a jégkoronghoz kötődik, onnan alakult ki a barátságunk, és ez azt gondolom viszi magával ezt a folyamatot. Én ennek örülök mindenképpen, és annak is, hogy határozott jövőképpen rendelkezel, hiszen én azt gondolom, hogy fontos minden egyes pillanat, amit az írógép, vagy most már a számítógép előtt töltesz, és olyan gondolatokkal támadsz meg bennünket, amelyeket kénytelenek vagyunk elolvasni, mert ez így van rendjén. Réka, én köszönöm szépen. Mit kívánjak neked? Mit kívánjak? Tudom, én is nagyon köszönöm. Mit kívánjunk? Én mit kívánjak? Hát, ha már itt a Müller Péternél tartottunk, én könnyedséget és játékosságot kívánok mindenkinek, és neked is. Mert azt gondolom, hogy anélkül a mai világban. Jó, történjék így. Köszönöm szépen. Én is nagyon köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. A vendégem egy varázslatos ifjú, hogy Paulikovics Réka volt, aki azt hiszem, hogy mindannyiunk, abban az értelemben mindannyiunk példaképe lehet, hogy lehet ilyen sok-sok mindent magas szinten művelni a mi kedvünkért, nekünk, fehérváriaknak és mindannyiunknak, akik szeretünk olvasni, nézni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.